A Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös irodalmi rendezvénye már negyedik éve várta színes programokkal a műfaj kedvelőit. Többek között megemlékeztek a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács András Ferenc költőről is. A költő verseiből Köles Ferenc a Pécsi Nemzeti Színház színművésze olvasott fel. Két lapot beszélget. Emlékszel, hajtáskrucok voltunk, dicső hitekbe majd bele voltunk, vagy meg is voltunk, s nem vettük észbe, te meg én hányszor hány csúfos részbe. Hazudor hétán te labac voltál, te életedben egyedül voltál, kruc én voltam úgy általában, s fejedet vettem hányszor szócsatában. A Rejt engem is Vándor magasság című beszélgetés résztvevői Markó Béla író, Takács József irodalomtörténész, Ágoston Zoltán a Jelenkor folyóirat főszerkesztője volt. Letaglózó volt az Andrisnak a halál híre, mert nagyon halál előtti időszakban kifejezetten a korábbiakhoz képest is intenzíven kommunikáltunk. Írt a Parti Nagy Lajos 70. évfordulójára egy verset, és ez nagyon nehezen született meg. Tehát ő már a utóbbi években nagyon kevés verset tudott írni, utóbbi jó néhány évben gyakorlatilag, hát majdnem azt mondom, nulla verset írt, és ez természetesen ez egy súlyos, hát ilyen depresszív időszak volt már, és ő is nagyon nehezen tudott vele mit kezdeni. És aztán annak ellenére, hogy ez így volt, hogy már nagyon hosszú ideje nem írt verset, ezt a verset, a Parti Nagy Lajos 70. évfordulójára ezt megírta, és a Jelenkorban ugye meg is jelent 2023. októberében. Borzasztóan örült neki. Olyan volt, mintha az első versét írta volna, vagy nem tudom, akkora öröm volt, hogy újból tud megint tud létrehozni valami érvényeset, valami nagyszerű verset. A negyedik Pécslit alkalmával is figyeltek arra, hogy a jelentős olvasótáborral rendelkező szerzők mellett fiatalok is részt vehessenek és bemutatkozhassanak az irodalmi fesztiválon. Ügyelnünk kell arra, hogy a fiatalok kezdők a pályájuk közepén és a pályájuknak egy későbbi szakaszában már nagyon ismert szerzőként, és mindenki ott legyen, a még nem ismertek és az ismertebbek is. Tehát ez nagyon fontos, ez az aránykérdés tulajdonképpen. Ezt azért minden évben így kell csinálni. A 2020-ban alapított Pécslit Fesztivál azzal a céllal jött létre, hogy városunkba hozza az irodalmi élet legnagyobb kiválóságait, és kortól független szórakozást biztosítson minden kultúra vágyó számára. A Pécslit Irodalmi Fesztivál 150 programjából a legfiatalabb korosztály is kedvére válogathatott. Voltak külföldi vendégek és több kísérő program is.